Mi pedig, hát ahogy ígértem, megnézzük, hogy hogyan is dolgozik közelről egy DJ, úgyhogy már is át suhanok, és azt itt lestem, hogy ez egy Pioneer nevezetű kis cucc, amit itt használsz. Gyakorlatilag az ember azt mondja, hogy most már elég kis kompaktak ezek az eszközök, ugye? Tehát nem kell, nem tudom, egy kamionnal kivonulni egy esküvőre. Igen, teljesen összetettek egyébként, üdvözlöm a kedves nézőket. Már most olyan fejlett technika egyébként, hogy már pendrive-ról tudunk játszani, tehát nem kell vinni bakelitlemezt, nem kell vinni CD-ket magunkkal, sőt, meg van lehetőség arra, hogy a két lejátszott, akár össze is tudjuk kötni. Ez tulajdonképpen nagyon érdekes, mert hogy ez forog, de ugye ezen nincs lemez. Egy picit azért avas be minket ebbe a technikába, minden nap azért az ember nem találkozik ilyen eszközökkel, sőt, szerintem, hogyha meg esküvőn találkozik, akkor már lehet, hogy esetleg az alkohol befolyása miatt nem tud ilyen tüzetesen mondjuk közelbe kerülni ezekkel az eszközökkel. Tehát tulajdonképpen mi az, amivel dolgozik egy DJ? Ha már említetted az esküvét és az alkohol hatását, ugye ezt mindenki szereti, a jog tárcsát, ezt úgy hívják, ezt a középső kis tárcsát. Ugye ez gyorsítja és lassítja a zenéket. Uh-huh. Ugye két lejátszóra dolgozunk, a keverőben középen, azzal ugye szabályozunk a zene hangerejét, basszus közép mély, egyes, kettes csatorna, vagy egyes csatornán van ez a lejátszó, kettes csatornán van ez a lejátszó. És ugye hát a mixelés technika az úgy szokott működni, hogy ugye fülhallgatóban én hallgatom a következő számot, és akkor azt én összehangolom az előző dallal, és úgy mixelem össze. Gyakorlatilag neked ugyanúgy rá kell készülni az esküvőre, mint ahogy Edith említette, tehát ismerned kell az ifjú párt, a zenei ízlését, sőt magának a násznépnek is az összetételét? Igen, sokkal jobban, mint egy klubos bulira például, mert ugye ilyenkor egyeztetünk az ifjú párra, hogy ők milyen zenei elképzelést akarnak, mert rengeteg stílus van. Ugye rengeteg mindent lehet játszani egy esküvőn is, és ők megmondják még a kedvencek, és akkor abba az irányba indulunk el. Vannak most kifejezett zenei trendek, vagy ilyen esküvői zenei trendek, amiket általában kérnek? Ez nagyon érdekes dolog, mert a retro viszont nagyon visszajött divatba. Igen, hát ezt hallottuk a műsor elején is, ugye DJ. Ki volt ő? DJ? Az első dal volt a Mr. President. Ja, igen, Mr. President, annyira igen. Nem vagyok képbe. Igen. Szándékosan játszottam egyébként retro zenéket, mert már most mindenhol azokat kérik. És kortól függetlenül. Tehát már konkrétan a 18 évesek is retro zenét kérik, és arra táncolnak. Hát szerintem valószínűleg ez úgy van, hogy ezek tényleg annyira jó zenék voltak, hogy nem kopnak ki, igen. És hát reméljük, hogy meg is maradnak. A te mandátumod, az viszont gondolom, hogy éjfélkor nem ér véget. Egy jó DJ meddig marad? Valamikor reggel 6-ig. Komolyan? Volt ez már after party szinte, igen. Ugye? Igen, volt már 12-13 órás bulim is. Ugye ez násznép függő, tehát valaki korábban elfelad, valaki tovább írja, és én addig vagyok, ameddig táncolnak. És van-e mondjuk zenében esetleg olyan, amire azt mondod, hogy na hát ezt már nem? Tehát most nyilván nem akarom itt tehát senkinek a személyiségét bántani, de azért el tudom képzelni, hogy valóban már az alkoholfogyasztás emelkedésével esetleg olyan kívánságok vannak, hogy átgondolod. Van olyan, hogy esetleg elutasítasz valakit, ha olyan zenét kér? Vannak olyan zenék, amik egyáltalán nem férnek bele a repertoárba, viszont ugye, ha már buli olyan stádiumban van, hogy belefér, akkor mindenképpen igyekszem belecsempészni. Uh-huh. Van egy másik dolog, ugye nem csak Edith énekel, hanem igen. Általában ugye sokan szeretnek énekelni, sőt kifejezetten mondjuk karaokézni. Ez mondjuk a te munkásságoddal, műfajoddal összefér, hogy mikrofont is adja a kedves nem közönség, hanem a násznép kezébe? Ha van mellettem egy karaoke is, akkor igen, egyébként a sajátomat nem szoktam, mert olyankor az valószínűleg kinyírja a bulit csúnyán fogalmazva, uh-huh. És ilyenkor ezt nem szoktam hagyni. Értem. Nem tudom, neked kell magad mondjuk képezni ahhoz, hogy jó DJ legyél esküvőkön? Vagy elég, hogyha gyakorlatilag ugyanúgy élsz, zenélgetsz, hallgatod a rádiókat, vagy kifejezetten készülsz arra, hogy mondjuk a 2019-es esküvői évadra milyen összeállítással lépj a pult mögé? Mindig kell készülni egyébként, mert ugye mindig vannak új zenék, és nem csak régi zenéket játszunk, nem csak mulató zenét játszunk, hanem játszunk a mostani zenékből is, a 2019-es dalokból például. Egyébként mikor fogalmazódott meg benned, hogy ezzel foglalkozz? 10 évvel ezelőtt. Annak idején még, hát sőt, hogy őszinte legyek, gyerekkoromban, amikor a DJ Sterbinski az első mixlemezét kiadta, és nekem jó volt egy példaképem, és úgy döntöttem akkor, hogy én ha felnövök, DJ leszek. És akkor 10 évig készülgettél? Hát 18 éves voltam igazából, amikor úgy döntöttem, hogy most akkor belevágok, eljött az ideje, és azóta.
A vágyfű Nálom. Mellett nyilván van szükség pénzre is, mert hát ezek az eszközök azért ugye eléggé költségesek. Mit szólt hozzá a környezetet? Senki nem mondta, hogy legyen már fiam valami normális polgári foglalkozásod, hát mi ez a hülyeség, hogy te egy DJ leszel? Jól fogalmazom, pontosan ezt mondták egyébként, de azért támogattak, mert látták, hogy engem ez nagyon érdekel, és hogy ezzel ugye lehet pénz is keresni, lehet ebből profitálni, viszont kezdésként mindenképpen alaptechnikát kell venni. És aztán lehet majd szépen fejleszteni, ugyanígy csináltam én is. Hát ugye Magyarországon látjuk, hogy azért ebből a DJ-ségből elég nehéz kiöregedni, főleg, hogyha a retro műfaj ugye örök lesz. Te hogyan tervezed? Milyen céljai, terveid vannak a jövőre nézve? Őszinte leszek, konkrét célom nincsen, ameddig bírom, addig szeretném csinálni, de én, ahogy satszolom, egy olyan 10-15 év még biztos, hogy van bennem. És elképzelhető, hogyha mondjuk 10-15 év múlva beszélgetnénk, akkor már csak negyedekkora lenne az egész berendezés. Sőt, ahogy biztos. A technika fejlődik, úgyhogy tényleg nagyon kompakt lenne a cucc, bárhova be tudnál ugrani, akár a mellény zsebedbe is elférne. Igen. Nos, hát maradsz itt velünk, ugye? Szórakoztat minket. Igen. Marad a retro? Igen. Marad a szigorúan. Hát akkor köszönjük szépen!